Európa országaiban minden év szeptemberében rendezik meg az Európai Örökség Napok programját. Hazánk jó másfél évtizede csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozattal a kezdeményezéshez. Idén immár 13. alkalommal kerül megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. A rendezvény keretében több mint 1000 épület tárja ki kapuit országszerte a látogatók előtt. Az esemény országos megnyitójának Székesfehérvár ad otthont. Dr. Tamási Judit, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke elmondta, évről évre hatalmas az érdeklődés mind a résztvevők, mind pedig a látogatók részéről a program iránt. 2011-ben 301 település csatlakozott a kezdeményezéshez. 1000 magyar ház címmel hirdettük meg az idei rendezvénysorozatot, és ezt az 1000-es számot nem csak elértük, hanem túl is léptük. 800 helyszír, több mint 800 helyszínről és 300 sétaútvonalról tudtunk ma reggel, de a résztvevők száma dinamikusan növekszik. Évről évre egyre több épületet és örökségi helyszínt kereshetnek fel a látogatók. Az idei motto, az 1000 magyar ház pedig arra is lehetőséget biztosított, hogy bárki mindenféle korlát nélkül csatlakozhatott a kezdeményezéshez. Székesfehérvár számára pedig nagy megtiszteltetés, hogy otthont adhat a rendezvény megnyitójának. 14 helyszínnel csatlakozunk, és ebben olyan helyszínek is vannak, amelyek az előző években még kevésbé voltak látogathatóak. Mi azt gondoljuk, hogy az Árpád fürdő ilyen, természetesen a Fejér megyei levéltárat azt gondolom, hogy érdemes ebben kiemelni, és azt is tudjuk, hogy ez alkalommal már a szakma megnézheti, és néhány hét múlva pedig a nagy közönség előtt is megnyithatjuk a Hímer fontkara most már teljesen felújított ingatlan együttesét. A levéltár megyénk legdrágább közkincse, éppen ezért a megyei önkormányzat a felújított levéltár kapuit nyitja meg a nagy közönség előtt. Végre eljutottunk addig, hogy a főépület rekonstrukciója megtörtént, az egykori kápolna a benne lévő csodálatos freskókkal már látogatható, kiállító termet rendez be ott a megye, a megyei önkormányzat egyik kiállítóterme, és természetesen Székesfehérvárnak is egyik kiállítóterme. A rendezvényhez idén is csatlakozott a Szakrális Művészetek Hete és a Nyitott Templomok Éjszakája címet viselő programsorozat, mely szintén nagy érdeklődés vált ki évről évre a látogatók körében. Napközben is elkezdődnek a toronymászások, templomtúrák, iskolákat meghívnak és bemutatják. Tulajdonképpen az épített örökségünk és a művészeti alkotásoknak az üzenetét. A tájékoztatón a már sokak által freskófalunak emlegetett Bódvalenkét is bemutatták. Pásztor Eszter projektvezető kiemelte, a hétvégén tárlatvezetéssel és ehhez kapcsolódó programokkal várják a látogatókat. Egy biztos, szeptember 16-án, 17-én és 18-án tartalmas programokkal találkozhatnak mindazok, akik ellátogatnak az 1000 magyar ház bármelyikébe. A részletekről Székesfehérvár és Fejér megye honlapjairól is tájékozódhatnak.